Na, sziasztok, én Alexiuk, és ma Combo Fly-on fogok videózni, nem tudom miért, ennyi, hát nem is videóztam itt még szerintem, csak live voltam. Na mindegy, lehet majd engem látni, hogy milyen béna vagyok, hát nem ők a legjobb, az egy tény, de hát az elmúlt időben nem is volt időm nagyon gépezni, szóval azért se volt videó. Na, térjünk a tárgyra egyből, szóval sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz ez a 6000 feliratkozós hét. Hát őszintén erre én sem tudom adni a választ, mert nem tudom, hogy hogy lesznek a heteim. Jaj, de jó. Na, szóval jelenleg úgy van a órarendem, hogy 2 nap van 8 órám, és 1 nap 7 órám, a többi 6. De akkor is, szóval tudok videózni pár nap, viszont nem tudok minden nap. Hát nem is tudnék minden nap, szóval inkább úgy mondom, hogy 2 naponta akarok akkor live-olni ugye 6000 feliratkozós héten. Viszont ki kell azt mondani, hogy olyan hetet, amikor pont jó nekem, és nem kapok mit egy millió házit. De ez a hét egyáltalán nem volt, lett volna jó, mert irodalomban annyi házit kaptunk, hogy ez a hihetetlen, szóval az nem lett volna jó. Nem lett volna jó egyáltalán, még nem is fejeztem be. Szóval, igen, ez is gáz. Még kell rám támadni, komolyan már. Ez jó volt, Alex. Ja, várjál, üveg van. Jó, elfelejtettem. Hagyjál békén. Jó, na szóval, folytatnám. Júj, a cica itt van mögöttem, igen, lett egy kis cicám, és hát igen, vele is kellett törődnöm. Szóval, aj, ne írjatok, nem sem akarok válaszolni. Na, miről is akartam még beszélni? Ugye, ahogy mondtam, az órarendem nem engedte meg, hogy videózzak, szóval azért se volt nagyon videó. De jövő héten megpróbálom akkor ezt a 6000 feliratkozós hetet. De nem ígérek inkább semmit, szóval én azt mondom, hogy majd lesz, ami lesz. Mert most nem tudok jobbat mondani, mert hát nem rajtam múlik. Rajtam múlna, akkor tudjátok jó, hogy már lenne. Szóval igen, a szerveren se volt fejlesztése, van. Attól függ, hogy 200-an voltunk minden nap, szóval azt nagyon köszönöm. Még kell engem támadni. A Terichers, te is egy L vagy, látod, egy L betű. Egy hülye el vagy. El betű vagy, látod? Na, így neked. Na szóval, ó! Oké, meg is halt. Megöltünk egy ember, gyerekek. Na, szuper Alex, nem tudok most videó közben válaszolgatni. Na, figyelem is kell magam, hogy mit beszélek, meg közben játszani. Szóval, mit akartam mondani egyébként? Tök el is felejtettem, hát azt nem hiszem el. Igen, szóval nem rajtam múlt ugye eddig, hanem a órarendjen, igen, órarendjen múlt eddig, gyerekek. Nem az órarendel, hanem az órarendjen. Na, ugye inkább informatikai óráim vannak a héten, de nyugodjatok már meg! Ja, meg hát mellette 7 angol óra, azt hiszem. Jól összeszámoltam, 7 darab van. Jó, hát persze így hullok, hogy 3-an rám támadnak. 3-an? Hi vagyok 4-en. Na, mit akartam még mondani? Szóval igen, 7 darab informatika, informatika angol óránk van körülbelül, 2 szakmai, nem 7, vagy nem, 6 akkor, jó, bocs, 2 szakmai és 4 sima. Informatika az meg 14 vagy 15 darab van, szóval igen, így nice. Azért, hát igen, azért van 2 nap is 8 óránk, és hát 9. nem tudom, én sokkalom ezt a 8 órát, azért 9. vagyok még, csak hello. Szóval 0. óránk viszont az nem lehet. Szóval az jó, az nem lehet. Az nekem szimpatikus, mert én nem is akarnék amúgy 5-kor kiállni. Jaj. Az autó armorozik egyébként? Nem tudom, de én döglöttem. Na, ígyjuk be ezt a potion-t. Szóval, igen, akkor ezeket a fontos információkat el is mondtam. Szóval, sokan kérdeztétek, mikor lesz megnyitva az OP Sky PvP? OP Sky PvP akkor lesz megnyitva, amikor nekem lesz időm, szóval ez megint rajtam fog múlni inkább. Én azt mondanám, hogy
Talán nem, hát nem tudom, jövő héten, talán jövő héten valamikor talán megpróbál nyitni. Hát akkor lesz időm normálisan, de mondom, ez nem rajtam múlik, sajnos rajtam múlna, akkor én is jobban örülnék, higgyétek el. Ah, macsek, nem mozog már, na. Itt mozog mögöttem, mert itt amúgy ül a széken. Nem tudom, valamiért így szeret ülni mellettem. És ja, és nem nyávog a videóban, szóval ügyes, ügyes. Na, jó, kicsaptuk ezt a gyereket is, meg megölünk valakit is, ennyi lett volna ez a videó, igazából csak egy ilyen rövid videó akart lenni. Ja, meg az OBS beszart valamiért. Úgy laggol, hogy valami hihetetlen. Utána néztem, elvileg szar a gépem. De az akkor miért van gyerekek, hogy eddig működött normálisan, és repülni is szar a gépem azért. Szóval jó, nem 2017-es gépem van, de akkor se szar. Szó szerint értek, hogy egy pár fórumon, hogy szar a gép. Azért csinálja ezt. Hát, de enyém szerintem nem szar. De menj már. Jó, gyere. Gyere, barátom. De így, hogy hárman rám támadtak, így semmi értelme nincsen. Itt csak annyit értek el, hogy én elmenekülök is szépen. És rátámadok egy olyan emberre, aki egyedül van. De ti megkövettek egyfolytába. Jaj, te. Barátom, hol? Hány rajongom van? Jézusom. Jézusom. Menjetek már innen, barátaim. Meg rajongóim. Hát az jó volt. Az jó volt. Hol vagy? Úgy, ott maradsz. Hát ez jó volt. Ez jó volt. Na. Jó. Szóval. Néztem a héten, ja, elértük a 250 játékost. Vagy nem, hülye vagyok, hétvégén értük el. 250 játékost elértük megint. Ugye hát nem tudunk rekordot dönteni, az a baj, szóval 287 eddig a rekordunk. És azt nem tudjuk megdönteni. Akármennyi is akarjuk, nem tudjuk megdönteni. Szóval mindig felmegy 250-re, és akkor stabilan ott marad. Az még annak is sok köze van, hogy már nem bírja a szerver. Szóval 250 játékos, már elkezd laggolni. 200-ot még simán bírja, szóval az nincsen probléma. De 250 játékos már így gondolkozik, hogy így ki akar feküdni a szervergép, vagy nem. Szóval körülbelül így kell elképzelni. Jó, hát te meghaltál. Na. Na, mindegy, hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és akkor megpróbálom valamikor ezt a 6000 feliratkozós hetet megoldani. Na mindegy, sziasztok!